és ez lehet, hogy olyan közvetlen kapcsolatunk kéne legyen, hogy ezt tudjam, de ha másoknak nem lehet megmondva, akkor nekem sem lehet megmondva az, hogy most én is meg ezt kérdezek. Hát, örülök, hogy itt lehetek, és nagyon örülök, és örültem a véleményi bizonságtételeknek. Úgy éreztem a bizonságtételektől, hogy többen voltak, akik nagyon őszinték voltak. Hát az Úr lát a szívünkbe, és ő tudja azt, amiért hálásak vagyunk, amit elmondunk, amit nyilvánosan is ki tudunk mondani mások előtt. Az Úr mindent lát és mindent tud, és úgy éreztem, hogy voltak testvérek, akiket meglepetésszerűen ért, és őszintén elmondtak dolgokat, és ez úgy gondolom, hogy ha nekünk jól esett és kedves volt, még inkább kedves ez az Úr előtt, hogyha őszintén vagyunk. Hát, hogy én miért vagyok hálás, azt nem sorolom, sok mindent hallottunk, és ugye a testvér olvasta ezt a zsoltárt, hogy áldja bennem az Urat, és meg kell feledkezni, és semmi jó tételényéről. Tehát a jóért könnyű hálát adni. Ha ide nézünk, vagy ha amiket elmondtak a testvérek, hogy nagyon sok jó ért bennünket, ez úgy automatikusan azt mondjuk, hogy hát ezért hálát adok. Ha valamit kapok valakitől, akkor az így magától jön, hogy azt mondjam, hogy köszönöm. Nem innen rontó szeretnék lenni, és azért úgy a magam életéből azt elmondani, hogy nehezebb az, amikor hálát kell adni olyan dolgokért, hogy nem kellemesek a számunkra. Mert ilyen dolgok is vannak, és azt megköszönni, vagy azért hálát adni nehezebb, mint egy jó ért, ami ért. Könnyű nagyon megköszönni a jót. Néha elfelejtjük, de könnyebb, mint a rosszat. Biztos, hogyha elmegyünk az orvoshoz, és azt mondja most a jövő héten, vagy a közeljövőben, hogy van egy gyógyíthatatlan betegséged, vagy rákos vagy, vagy ilyen, hát nem olyan könnyű azt mondani, hogy Uram, egyből gondolom, én kimondani, hogy köszönöm, Uram, hogy nekem adtad ezt. Hát én az utóbbi egy-két évről tavaly ilyenkor is jutottunk a három napon, és akkor úgy még nem tudtam ezt elmondani, és ezt most úgy őszintén szeretném mondani a testvérek előtt, hogy a nehézségekért és a próbákért, amik éltek az utóbbi években, nagyon nehéz volt kimondani azt, hogy Uram, köszönöm. Nagyon nehéz. Még azt is, hogy Uram, köszönöm, hogy jól fogsz ebből kihozni. De azt, hogy hálával mi, hogy olyan dolgok történtek, amik fájdalmasak, ez nagyon nehéz is. Nem azt kérdezni, hogy Uram, miért engedted ezt meg nekünk, vagy miért akar ez pont nekünk, hanem azt kérdezni, hogy Uram, mi a célod, mit akarsz ezzel elérni. Én hálás vagyok azért, hogy az Úr elérte az életemben azt a célját, hogy sokkal jobban a térdőre kényszerített, és sokkal többet imádkoztam, és úgy éreztem, hogy csak az Úr tud segíteni, emberi segítség nincs. És megtapasztaltam azt, hogy az Úrnak vannak ilyen kemény módszerei is, amiből tud jót kioldni, és hogy mi azt még nem látom, de azt már látom, hogy erősít a hitben, és abban, hogy minden rábízok, mert ő tudja azt, hogy mi szolgál a javamra, és ha nem is értem azt meg, hogy miért, tudja azt megérteni, hogy milyen célból engednek próbák, nehézséget az életünkben, mert biztos, hogy céllal van. Biztos, hogy semmi nem történik véletlenül, én ezt így hiszem, nem csak most, hanem így itt
hittem eddig is, én most is megteszem, hogy célra érjük meg az Úr. Hát nehezen, de ki tudtam azt mondani, hogy Uram, köszönöm, hogy van célod, és legyen a Te akaratod. Úgy kívánom, hogy tudjuk kimondani a nehéz helyzetekre, a nehézségekre azt is, hogy köszönöm, Uram, hogy elvégzed a munkát, és kimunkálod azt, amit akarsz. Amen.